Futópálya, már dolgozik a kivitelező a burkolatcserén, nyári napközi táborok, színes programokkal készülnek a szervezők, Dunaparti június 1-én lesz a szezonnyitó rendezvény. Köszöntöm a nézőket, a Telepaks híradóját látják. Átvette a kivitelező a munkaterületet, a bontással elindult az Ürgemezei futópálya felújítása. A projekt során teljesen új, a korábbinál sokkal szélesebb, másfél méteres burkolatot kap a terület, 712 méter hosszúságban. A munkaterület átadásakor Paks polgármestere arról tájékoztatott, hogy 90 napon belül egy teljesen új futópályát vehetnek birtokba a paksiak. A nyomvonal nem változik, a minőség viszont sokat javul a beruházásnak köszönhetően. 123 millió forintból a meglévő két kondipark aljzatát is kicserélik. Másfél méter széles lesz a pálya, 712 méter hosszan fog megújulni. Nagyon modern lesz a kopóréteg, tartós is lesz, tehát hosszú éveken keresztül tudják majd használni. Ugyanebben a minőségben egyébként, mert ezt is használták 15 évig, de már jó 5 éve én azt gondolom, hogy rászolgált arra, hogy felújítsuk, hiszen repedezett volt, toldozgatták, foldozgatták, és azt gondolom, hogy ez már tarthatatlan volt. Egyébként a futópályán kívül még meg fog újulni a futópályák ölelésében található két fitnesspályának a burkolata is, ugyanolyan burkolatot fog kapni, mint a futópálya. Nyári napközi táborokat szervez július 2. hetétől, 3 turnusban Paksváros önkormányzata és a Paks Kistérségi Szociális Központ. Egy turnusban összesen 50 gyermek tud majd regisztrálni. A szervezők a színes programok mellett háromszori étkezést is biztosítanak. Mindenről sajtótájékoztatón számolt be Szabó Péter polgármester és Borbás László, a Paks Kistérségi Szociális Központ intézmény vezetője. Az idei évben a nyári napközis Erzsébet táborok felhívására az önkormányzatok már nem pályázhattak. Ennek ellenére a városvezetés szerint fontos, hogy az általános iskoláskorú gyermekek részére biztosított legyen a nyári felügyelet. Ezért döntöttek az önkormányzati nyári napközis tábor megszervezéséről. A családok segítése érdekében Paksváros önkormányzata a Paksi Kistérségi Szociális Központ támogatásával mi 3 turnusban fogunk tábort szervezni Pakson. Ez július 8-tól 12-ig az első turnus, második július 15-től 19-ig, a harmadik pedig július 22-től 26-ig fog tartani. Egy turnusban összesen 50 paksi lakcímmel rendelkező általános iskolás gyermek tud majd regisztrálni. A szervezők megpróbálják minél változatosabbá tenni a 3 hét programját, amelyek között az eddigiekhez hasonlóan a kézműves és sportfoglalkozások, a strandolás és a mozi látogatás is szerepelnek. A felügyeletet a szervezők reggel 7:30-tól délután 4:30-ig tudják biztosítani. Az eddigiekhez képest azonban változások lesznek a jelentkezések tekintetében. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekei előnyt élveznek, mind abban, hogy a tábor jelentkezésénél a jövő hét hétfő és keddi napján jelentkezhetnek ők először. Ez 6-án, 7-én történhet meg az intézményünk székhelyén. Valamint abban is, hogy az önkormányzat levélben értesítette, tájékoztatta őket a táborosztatás lehetőségéről. Nekik a tábor költségeiből egy jelentős részt átvállal az önkormányzat, így 1000 forint per hét hozzájárulási díjat kell fizetniük. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülők esetén a tábor díja az előzetes tervezések alapján 8-10 ezer forint között mozog, amely az étkezések díját jelenti. A többi költséget az ő esetükben is az önkormányzat vállalja át. Ők május 8-án és 9-én jelentkezhetnek a kiválasztott turnusokra. Számukra föl van kínálva egy elektronikus jelentkezési lehetőség is a prevenciokukac.hu e-mail címen. Valamint aki nem tud ezzel élni, ő természetesen a Szociális Központ Ifjúság 4 szám alatti székhelyén személyesen is jelentkezhet, segítenek a kollégák kitölteni a szükséges adatlapokat. Részletes információ Fodor Melinda táborvezetőtől kérhető a 75-ös körzet 830 487-es telefonszámon. A jelentkezési lapok elérhetőek a Paks Kistérségi Szociális Központ honlapján és Facebook oldalán. A jelentkezéseket a szervezők május 10-éig bírálják el.
virág és palánta adománygyűjtést hirdetett a Paks Kistérségi Szociális Központ nappali melegedője. A kert megújítása céljából az intézmény szívesen fogadja az egynyári és évelő virágokat, a konyhakerti részbe pedig a zöldségpalántákat. A felajánlásokat május 31-éig várják. Az eper már piroslik a Paks Kistérségi Szociális Központ nappali melegedőjének konyhakertjében, de a föld többi részébe idén még nem tudtak elültetni semmit sem. Ennek érdekében az intézmény és annak lakói szívesen fogadják a virágos kertbe az egynyári és évelő virágokat, a konyhakertbe pedig a cukkini, hagyma, paprika, paradicsom, uborka palántákat. Igazából évek óta kertészkedünk, tehát virágosítunk is itt az intézmény területén, illetve ezeket a növényeket az ügyfelek gondozzák pont azért, hogy elfogyaszthatóvá tegyük, illetve hogy egy kicsit ilyen neveljük is őket ezáltal a mindennapokba, és most a virágosítással megszűnt a felajánlás a parlagfű részéről, ami nekünk nagy segítség volt, és ennyi palántát pótolni nagyon nehéz megoldani, és ezért kérjük a lakosság segítségét. Az intézményben a növények termesztése mellett a komposztálásra is figyelmet fordítanak. Tavaly nyáron állítottuk össze, pont azért, hogy amit megtermeltek a kis konyhába, és komposztálhatóvá vált, hogy tudjuk visszaforgatni, ezért találtuk ki. A melegedő lakóit az intézmény dolgozói igyekeznek minden munkába bevonni, így a takarításba ugyanúgy részt vesznek, mint a kertészkedésben. Teljesen olyan életet élnek, mint otthon egy családba. Ha szükséges, takarítanak, elpakolnak, felsöpörnek. Még az intézmény előtt is megteszik a kérésünkre, hogyha a szemetes az utca. Magyar Mihály a melegedő egyik lakója szerint gyerekkorában rengeteget segítkezett a kertben szüleinek. Itt szívesen gondozza és ápolja a közös veteményest. A gazolást szoktam végezni, locsolni, kapálni, amit söprögetni, amit kell csinálni. Ezen felül meg még hát amit mondanak. Olá Mária szerint a kertben termesztett növények és virágok mindegyike egy közös munka eredménye. Megkapáljuk, igazolunk, takarítunk, összetakarítunk, nem én egyedül, többen is csináljuk. Mindenki segítőkész. A felajánlásokat május 31-ig várják a melegedőbe, a Síp utca 7 szám alá. Több programot is tartanak a nyár folyamán a Gesztenyesornál álló Dunai rendezvényhajón. Ezt Szabó Péter Paks polgármestere és Márkus Zalán a Csengei Dénes Kulturális Központ igazgatója jelentette be sajtótájékoztatón. A Dunaparti szezonnyitó rendezvénye Szállj fel szabadmadár címmel június 1-én lesz. Ezt június 8-án és július 12-én követi több gyermekprogram, illetve rockkoncert. Nyáron benépesül a felújított Dunakorzó, három nagyszabású kulturális program is várja az érdeklődőket június, illetve július hónapokban a rendezvényhajón. Az eseményeket Szabó Péter Paks polgármestere és Márkus Zalán, a Csengei Dénes Kulturális Központ igazgatója jelentette be április 29-én sajtótájékoztatón. A Csengei Dénes Kulturális Központtal együttműködésben, illetve az ő ötletük alapján itt a rendezvényhajón a nyár folyamán több rendezvényt is szeretnénk megtartani. Most ebben a pillanatban három programot szeretnénk ismertetni. Az egyik az egy Szállj fel szabadmadár címet viseli. A koncerten az István a Király musicalből ad elő dalokat társaival Mészáros Árpád Zsolt, a Budapesti Operettszínház tagja. A nyitó rendezvényre május 17-éig lehet regisztrálni a Kulturális Központ elérhetőségein. A június 8-ai Dunaparti program kimondottan gyerekeknek szól. Roli Bohóc is például fel fog lépni, Cseke Klára, a gyermek énekeseivel, illetve egy bűvés show is majd látható, hallható, és júliusban pedig a Queen Tribute Band fog itt fellépni, természetesen Queen slágerekkel az élem. Ez a rockkoncert július 12-én lesz majd a rendezvényhajón. Kísérő program is várja majd a korzóra látogatókat. Az első alkalommal a Szállj fel szabad madárnak is van egy kísérő eleme, ami legyen egyelőre meglepetés. Minden koncert látogató a
hajó melletti uszályon, vagy mellett lévő kettő darab ponton hajón lesz felállítva egy kis meglepetés, amit a koncert végén hozzákapcsolunk a produkcióhoz. Márkus Zalán arról tájékoztatott, a Kulturális Központ augusztus legvégére szezonzáró programmal készül, a rendezvény egyelőre szervezés alatt áll. Május 7-én veheti át a Paksváros sportjáért kitüntetést Janóczkiné Kiszlivanda. A többszörös világbajnoki aranyérmes maratoni kajakozó az elismerés kapcsán a Lelátó című sportmagazin vendége volt. Az eddig megszerzett világbajnoki aranyérmeken túl hamarosan egy újabb elismerést is a kezébe vehet Janóczkiné Kiszlivanda. Paks képviselőtestülete legutóbb arról is döntött, hogy a Paksváros sportjáért kitüntetéssel az élsportoló teljesítményét ismeri el idén. A két évente adható díjat május 7-én városi ünnepség keretében veheti át a maratoni kajakozó. Abszolút meglepett ez a kitüntetés vagy díj. Az elismerés kapcsán a 9-szeres világbajnok maratoni kajakozó a Lelátó című sportmagazin vendége volt. A beszélgetés rögzítésére április 26-án kerülhetett sor az élsportolónak, ugyanis ekkor nem volt edzése a fővárosban. Mint mondta, az elismeréssel kapcsolatos jelölés meglepte. Egyáltalán az, hogy jelöltek, vagy nem is tudom, hogy jelölésnek mondható-e, de hogy én kaphatom, ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, hiszen azért Pakson van számos neves sportoló, aki szintén szerintem megérdemelni ezt a díjat, de hát akkor majd a következő években valószínű. Versenyekről, jövőbeni célkitűzésekről és hazaköltözésről is hosszabban beszél Janóczkiné Kiszlivanda a Híradó után a Lelátóban. A sportmagazin visszanézhető lesz a Telepaksi YouTube csatornáján. Kedden este derült idő várható, csapadék nem lesz, a délkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9-14 fok között alakul. Szerdán délelőtt a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, késő délutántól estétől zápor előfordulhat, néhol zivatar is kialakulhat, elsősorban a térség nyugati felén. A délkeleti szél megélénkül, időnként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23-27 fok között alakul. A Híradó végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!